40 év után feltételesen szabadulhat, életfogytiglani börtönbüntetést kapott a késelő orvos. Vértelen és törvényes forradalom március 15-ére emlékeztek Pécset. Üdülési jogok, hitelszerződések, beszámolót tartott a Fogyasztóvédelmi Egyesület Pécset. Víz nélkül nincs élet, vízvilágnapi rendezvények a pécsi akvárium terráriumban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi törvényszék hétfőn azt a férfit, aki 106 készúrással megölte volt házastársát, valamint 9 készúrással megsebezte annak élettársát tavaly májusban. Az ítélet ellen az ügyész és a vádlott is fellebbezett. Bilincsben kommandósok kíséretében vezették be az ítélet hirdetésre azt a férfit, aki tavaly májusban több mint 100 készúrással megölte volt feleségét és megsebezte annak élettársát. A bíróság a vádlottat emberülés büntetének kísérlete és hivatalos személy elleni erőszak miatt találta bűnösnek. Ezért a bíróság halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt. A kiszabott szabadságvesztésből legkorábban 40 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. A szabadságvesztésből beszámítja a 2013. május 23-tól előzetes fogvatartásban töltött időt. A szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani. Ezen kívül a férfinak a 629.131 forint bűnügyi költséget is meg kell térítenie. Az ítélethirdetés során a bíró elmondta, El Norbert válásuk után többször megfenyegette volt feleségét. Ez folyult addig, hogy májusban a nőt annak saját albéletének bejáratában halálra szúrta, élettársát pedig 9 készúrással megsebesítette. A férfi ezután elmenekült, a rendőrök még aznap este saját albéletében fogták el. Vádlott a rendőr Tőz Lászlós irányából felé fordult, a jobb kezébe tartott gázriasztó pisztolyt felemelte és azzal megcélozta, majd az elsütő billentyűt kétszer is meghúzta a vele szemben intézkedő rendőrrel lövést kísérelt meg leadni. A fegyver azonban ismeretlen ok miatt nem sült el. Ekkor a rendőrök már rávetették magukat a vádlottra és lefegyverezték, illetve megbilincselték. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett. Székről szónokolt Orbán Viktor miniszterelnök Pécs belvárosában. A kormányfőt rengetegen várták, ezért tartott egy rögtönzött beszédet. Orbán Viktor azt mondta, sok munka van még hátra a választásokig, egységre van szükség, hogy sikeresek legyenek. A kormányfő a Városházán tárgyalta képviselőkkel, majd ezt követően a Pellér melletti biogázüzemet is meglátogatta. Baranya megyében is több millió forintos bírságot szabtak ki a választási bizottságok a késve vagy az egyáltalán le nem adott ajánlóívek miatt. A törvény szerint mélegelés nélkül kell bírságolniuk a választási bizottságoknak azokat a pártokat és független jelölteket, akik a március 3-án délután 4 órakor lejárt határidőig nem vitték vissza az általuk felvett ajánlóíveket, írja a BAMA. Ezeknek darabonként több mint 50 ezer forint az ára. A legtöbb pénzt a szigetvári választókerületből folyhat be az államkasszába, 4 jelölő szervezetet és egy független jelöltet összesen 33.342.750 forintra bírságoltak. Egységes nemzeti akarat kell, mint 1848-ban, így lehet csak fellendülés újra Magyarországon, mondta ünnepi beszédében a baranyai kormány megbízott villányban. Hargita János szerint ez az igazi tétje az áprilisi választásnak, így maradhat a bankoktól, külső erőktől független, és léphet fejlődési pályára az ország. Petőfi Jókai Táncsics, 1848. Repzenével kezdődött a villányi középiskolások március 15-i műsora. Nem hallottátok Dózsa György hírét? A hagyományos versmondás sem maradhatott el nemzeti ünnepünkön. Ezer éves történelmünk bizonyságnak szolgál ahhoz, hogy nem vagyunk gyermek nemzet. 1848 bizonyságnak szolgál ahhoz, hogy nem vagyunk elaggott nemzet. Kossuth Lajos szavaival kezdte beszédét a Baranya megyei kormány megbízotta a Villányiak városi ünnepén. Hargita János kiemelte, ha sikeres Magyarországot akarunk, akkor egységesnek kell lennie a nemzetnek, mint 1848-ban. Nem várhatjuk Európa más nemzeteitől, hogy ők tegyenek sikeressé minket, ezt a sikert nekünk kell elérnünk.
április 6-ára gondolok, nyilvánvalóan ilyenkor, ha április 6-án újra összefog ez a magyar nemzet, annak eredménye lesz köztünk béke, szabadság és egyetértés, ahogy ezt már 1848 áprilisában is kívánták. Összefogás nélkül visszacsúszunk oda, ahonnan pár éve elemelkedtünk, mondja Hargitay János. Megint Európa legtehetetlenebb országa leszünk, ahol mindenben az unió utolsói között találjuk majd magunkat. Ezt kell megakadályozni a kormány megbízott szerint áprilisban. Véretlen és törvényes volt az 1848-as forradalom, ez példát mutat a jelen magyarjainak is, mondta a március 15-én városi ünnepségen a Pécsi Kulturális Bizottság elnöke. Több helyszínen ünnepeltek idén is. Zenés műsort a Széchenyi téren láthattak az emberek, míg koszorúzni a Kossuth és Petőfi téren tudtak a szervezetek, pártok képviselői. Zenés ünnepi műsorra kezdődött a pécsi március 15-i megemlékezés sorozat. A Széchenyi téren mondott beszédet a Város Kulturális Bizottságának elnöke. Merítkezzünk meg ma is a 48-asok hitében, tenni akarásában, és fogjunk össze azért, hogy ma is érvényesek legyenek az ő szabadságkívánásaik. Huszárok vezetésével vonultak át ezután az ünneplők a Kossuth térre. Vértelen és törvényes volt március 15-e, ezt mondta itt ünnepi beszédében a történész. A 150 tagú magyar delegáció eléri a bécsi udvarba, hogy ne legyen háború, ne legyen belső háború, polgárháború, és így vértelen lesz a forradalom. Így 1848. március 15-e forradalom is, törvényes is és vértelen is. Tűzoltók koszorúzzák meg a Kossuth szobrot, de társadalmi szervezetek és a pártok képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait. Majd a 48-as térre átvonulva Petőfi szobránál is koszorúztak az ünneplők, a városi megemlékezés sorozat zárásaként. Illetékesség hiányában a Baranya megyei rendőrfőkapitánysághoz küldte meg a zsolnai apport miatti feljelentés iratait a főügyészség, nem indult nyomozás. Pénteken arról számoltunk be, hogy a Dunántúli Napiló információi alapján különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt elrendelte a nyomozást a zsolnai gyár elhíresült ingatlan apportja miatt a központi nyomozó főügyészség. Az igazság ezzel szemben az, hogy a központi nyomozó főügyészség nem is vizsgálta érdemben a különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt tett feljelentést, mert nem illetékes az ügyben. Mint ismert, január közepén a Zsolnai ZRT igazgatósága 300 millió forinttal megemelte a cég alaptőkéjét. Információink szerint csupán 2013 ősze óta Bahar Nedzseri nevén lévő mintegy 3,5 hektáros hajmáskéri ingatlannal. A döntéssel a szír befektető összegre pontosan teljesítette a korábbi, őszelején elmaradt 100 milliós és a még hátralevő 200 milliós tőkeemelési kötelezettségét. A feljelentés szerint a volt honvédségi terület a töredékét érheti a 300 milliós értéknek. Egy volt pécsi MSZP-s önkormányzati és országgyűlési képviselő tetemes vagyont halmozott fel egy évvel a mandátuma elvesztése után. Így kezdte hétfői sajtótájékoztatóját Németh Zsolt, jobbikos országgyűlési képviselőjelölt. A jól ismert neveket, azaz Simon Gáboron és Zuslág Jánoson kívül számos kisebb hal is van, aki az MSZP maffia tagja. Ezt írt a vasárnapi számában a kuruc.info. Az internetes portál információi szerint Kőhegyi István 2010-es hivatalos vagyonnyilatkozatában csaknem 40 milliós banki hitel, illetve 10 milliós tartozás szerepelt. Két cégben volt ügyvezető 100, illetve 25%-os tulajdonrész mellett. Megtakarítása mindössze 2 millió forint volt. 2011 során legalábbis a bankszámla kivonata mesés vagyongyarapodásról árulkodik. Az év novemberében értékpapírokban, devizában és magyar forintban közel 66 milliós vagyon tudhat magáénak az egykori képviselő. A mai napon egy vagyonosodási vizsgálatot szeretné beadni a NAV-nál, a volt képviselő úr, hát nem azt mondom, hogy ellen, de mindenképpen annak érdekében, hogy kiderítse a NAV, hogy miképpen történhetett meg az, hogy egy év alatt ilyen mértékű vagyongyarapodásra került sor. A pécsi rendőrkapitányság vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy pécsi férfival szemben. A Mecseki Erdészeti ZRT képviselője még november 3-án délelőtt telefonon tett bejelentést a Baranya megyei rendőrfőkapitányság ügyeletére, hogy a Pécset tulajdonában lévő erdőterületről ismeretlenek fát termeltek ki és tulajdonítottak el.
A helyszínre érkező rendőrök az összegyűjtött adatok alapján rövid időn belül megtalálták az eltulajdonított fát egy pécsi gyárvárosi lakóház tárolójában. A további nyomozati munka eredményeként a nyomozók azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 32 éves B. Gyula helyi férfit, akit a pécsi rendőrkapitányságra előállítottak, majd gyanúsítottként kihallgattak. A büntető eljárást a pécsi rendőrkapitányság lefolytatta, a keletkezett iratokat március 12-én vádemelési javaslattal megküldte az illetékes ügyészségnek. Megtartotta a 2013-as évi beszámolóját az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei szervezete. Az évzáró konferencián elhangzott, az önkormányzat támogatásának köszönhetően fedezni tudták a költségeket. Az egyesületet a tavalyi év folyamán számos elégedetlen vásárló kereste fel. Sokan panaszkodtak hibás termékekre, de kérdésként merült fel az üdülési jog és más hitelszerződéssel kapcsolatos feltevés is. Nagyon sok problémával jelentkeznek a fogyasztók, nagyon sok oldalú kérdéseik vannak. Nem akarom, de például üdülési jog. Hát a termékbemutató, kétségbejtő, hogy szegény fogyasztók hiszékenységét mennyire kihasználják, és az sajnos, arra most nyomatékkal hívom fel a figyelmet, hogy mielőtt egy szerződést aláírnak, olvassák el figyelmesen. Mert ami szóba elhangzik, az meg sem közelíti azt, ami a szerződésben rögzítésre kerül. Még nem dőlt el, hogy a Kresszbe emelik-e a Pécsen is előszeretettel használt visszaszámlálós rendőrlámpákat, ugyanis egy uniós irányelv szerint más megoldással kell segíteni a közlekedést, írja a Pécs ma. Pécsen két ütemben 25 olyan lámpát szereltek fel még 2005 és 2007 között, amelyek mutatják, hány másodperc van még vissza a zöld, illetve a piros jelzésig. A településeken átfutó és azokat összekötő szakaszokat kezelő Magyar Közút viszont mindeddig sehol nem élt a rendszer kiépítésével. Pécsi Norbert Sándor, a társaság szóvivője például azt mondta a minap az Indexnek, hogy az órák csak ott tájékoztatnak korrekt módon, ahol nincs forgalomtól vezérelt forgalomirányítás és napközbeni programváltás. A társaság viszont egyre több helyen a forgalomhoz igazodó jelzőlámpás csomópontokat alakít ki vagy fejleszt, amivel az éppen aktuális forgalmi nagysághoz tud automatikusan átállni a rendszer, tehát rugalmasan működhet a dugókban és a gyérebb éjszakai forgalomban is. Pécsen egyelőre megvárják a hivatalos történéseket, jogszabályváltozásokat, addig nem is bővítik, de nem is szűkítik a rendszert, írja a portál. Miért fontos, hogy ígyunk, miért fontos, hogy fürödjünk, miért nélkülözhetetlen a tiszta ivóvíz a föld élőlényeinek? Erre hívták fel óvodások figyelmét a pécsi akvárium terráriumban. A programot a Pécs Holding szervezte a közelgő vízvilágnap alkalmából. Találkozunk élőlényekkel, találkozunk békával, halacskákkal, teknősökkel, és megbeszéljük, hogy mennyire fontos az ő életükben, illetve a mi életünkben a víz. A vízbirodalmában lakó élőlényekkel ismerkedtek az ovisok a pécsi akvárium terráriumban. Ki ő? Béka, így van. A békának miért fontos a víz? Mit gondoltok? Azért, hogy tudjon élni. Vízben él, így van. Ennek az ausztrál leveli békának épp oly fontos a víz, mint mondjuk ennek a békésen fürdőző krokodilnak. A vízben nagyon ügyesen mozog ez az állat. Földünk felületének 71%-át borítja a víz, melynek mindössze 2,5%-a édesvíz. Ennek a 2,5% édesvíznek pedig szinte egésze a felszín alatt található. Ez biztosítja a föld népességének ivóvízkészletét. Ezért is fontos a felszín alatti vizek és a vízben élő állatok védelme. Azt látjuk, hogy már ez az óvodás korcsoport is nagyon-nagyon érdeklődik az állatok iránt, és nagyon-nagyon szeretik az állatokat, és ezért szeretnénk megmutatni nekik, hogy mennyire fontos a környezettudatos életmód, mennyire fontos az, hogy vigyázzanak a környezetükre, ne szennyezzék a környezetüket. A pécsi óvisok még jövő héten is kedvezményesen látogathatják a terráriumot. A víz világnapját 1992 óta március 22-én ünnepeljük. Koller Krisztián büntetőből lőtt Pimasz góljával 1-0-ra verte a PMFC az MTK gárdáját a hétvégén az OTP Bankliga 20. fordulójában. A meccsek aljaiak a döntetlennel az 5. helyen állnak a tabellán, amely második helyezettje a Videóton csak 3 ponttal előzi meg a meccsek aljai gárdát. Az MTK jelenleg a 13. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk.
A vidék is élni akar, címmel tartott lakossági fórumot Kölesden Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. Az idei kampány nem az észérvekről szól. A választás igazi tétje most nem az egészségügy vagy a szociális ágazat helyreállítása, hanem az, hogy Magyarországból egy volt szovjet tagállam lesz, vagy pedig elindulunk nyugat felé, mondta Gyurcsány Ferenc egy kölesdi fórumon. A Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje arról beszélt, ahhoz, hogy a vidék és a vidéki élet újra népszerű legyen, mezőgazdasági és feldolgozó üzemeket kell a falvakba telepíteni. Mint mondta, ebben az államnak és magánbefektetőknek is szerepet kell vállalniuk. Gyurcsány Ferenc a magánnyugdíjpénztárak államosításával kapcsolatban úgy fogalmazott, idézem, elment 3000 milliárd forintunk a ködbe. A volt miniszterelnök azt is mondta, kormányra kerülésük esetén lehetővé tennék a magánnyugdíjpénztári tagság helyreállítását, és visszaállítanák a korkedvezményes nyugdíjakat. Emelkedik a nyugdíjkorhatár, hogy ez legyen kicsikét rugalmasabb. Hogy az irányadó nyugdíjkorhatár előtt pár évvel, nyilván kevesebb nyugdíjért, ha valaki úgy dönt, vagy bajba kerül, nyugdíjba lehessen menni. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az ország minden településén ingatlanadót kellene bevezetni. Megélhetés, rend és elszámoltatás, ezek a Jobbik programjának legfőbb elemei. Arról pedig, hogy mindehhez hogyan lenne anyagi fedezet, egy sajtótájékoztatón beszélt Ürmös M. Attila, a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje, azt mondja, 1000 milliárd forintot költ a kormány olyan intézkedésekre és programokra, amelyek feleslegesek, ilyen például a terrorelhárítási központ működtetése, vagy éppen a 100 milliárdos roma integráció. A korrupció mára már éves szinten 400 milliárdot emészt fel, a Jobbik az offshore cégekkel kapcsolatban pedig az elmúlt években 21 milliárd forintnyi állami támogatás kifizetéséről tud. Szintén fontos dolog, hogy azok a külföldi cégek, akik ide csak piacszerzéssel érkeznek, azok ne kapjanak vissza nem térítendő állami támogatásokat. Tehát mi ezt a gyakorlatot is felszámoljuk. Ezt a pénzt a magyar kis- és középvállalkozások számára szeretnénk átcsoportosítani, és őket kívánjuk bele támogatni. Hogy ne csak, hogy termelni tudjanak, hanem piacra is jutassanak versenyképes árukkal. Az csak látszott, hogy a magyar gazdaság jobban teljesít, valójában csak a 2012-es évhez képest jobbak a mutatók. 30-40%-kal is elmaradunk a környező országoktól, ezt Vértes András közgazdász mondta Szekszárdon. A látszat az az, hogy a magyar gazdaság a tavalyi év utolsó negyedévében, meg az előtte lévő negyedévében, mondjuk úgy, hogy a tavalyi év utolsó második felében jól teljesített. Igen, de egy olyan 2012-es második fél évhez képest, ami hatalmas csökkenés volt. Tehát valójában tavaly 2013-ban kevesebben nőtt a gazdaság, mint amennyivel visszaesett 2012-ben. 6-szor drágább lett, így 3 millió forintba kerül a cégalapítás. Erről is rendelkezik a március 15-én életbe lépett új polgári törvénykönyv. A szakemberek szerint ez tisztulást hozhat a piacon, hiszen nem éri majd meg minden anyagi kockázat nélkül pár hónapon belül bedönteni egy-egy céget. A jogszabály bevezeti a termékszavatosságot is. Így a vásárló ezentúl nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti jogát. Számtalanszor előfordul, hogy olyan terméket vásárolunk, amelyről csak pénztártól való távozás után derül ki, hogy hibás. A vásárló számára a termék meghibásodása esetén a legerősebb jogosultságot továbbra is a jótállási jog jelenti, mondja Forris Kálmán ügyvéd. Azonban az új PTK biztosítja majd a fogyasztók számára a termékszavatossági jogot. Eszerint a fogyasztó nem csak a kereskedőtől, hanem közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól is kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését. Forris Kálmán szerint ez olyan többletjog a fogyasztóknak, amely jelentősen megkönnyítheti a hibás áru problémájának orvoslását. De egy háztartási használati gép, amelyhez a család minden tagja hozzáférhet, használt, ha az ráz, elektromos hibája van, vagy bármilyen más kisugárzása van, ugye nem tudom, én nem vagyok szakember, de nem tartom kizártnak, hogy egy mikrohullámú eszköznek lehetnek sugárzási hatásai, ha ilyenek vannak, és ebből valamilyen kár keletkezik, akkor nem kell az eladó céget megperelni, hanem közvetlenül a gyártóhoz kell fordulni. A gyártót azonban akkor terheli felelősség, ha a termék hibája már a forgalomba hozatalkol fennállt, és ezt bizonyítania is kell a vásárlónak, teszi hozzá a szakember. Céget alapítani is más feltételek mellett lehet március 15-e után. 6-szor drágább lesz, vagyis 500 ezer forint helyett 3 millió forintba kerül ezután KFT-t alapítani. Könnyedén, felületesen és tulajdonképpen anyagi kockázat nélkül lehetett néhány százezer forint egy-két napi rendelkezésre bocsátásával céget alapítani. Most az a
megfontolás tette, indokolta azt, hogy magasabb, több millió forintos összegű törzsbetéttel vagy törzstőkével lehessen céget alapítani, hogy talán ez megfontoltabbá és megalapozottabbá teszi a cégek alapítását. A személyiségi jogok védelmét is jobban erősítik a szabályok ezután. Fotót csak úgy lehet készíteni valakiről, ha előtte a beleegyezését adta. Erre a legtöbbször közösségi oldalakon történő visszaélések miatt van szükség, teszi hozzá a szakember. Egy kávészünet erejéig személyesen mondhatták el észrevételeiket és panaszaikat a kaposváriak a rendőreinek. A Police Café elnevezésű rendezvénysorozat célja, hogy a személyes találkozásokkal elősegítse a bűnmegelőzést. Ezt a szemléletet követi a Somogy megyei rendőrfőkapitányság is. Országszerte eddig 700 állampolgárral kávéztak a rendőrök, mondta Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Kaposváron. Vásárlás előtt vagy után is elmondhatták észrevételeiket a rendőrség munkájával kapcsolatban a kaposváriak egy helyi bevásárlóközpontban. Egy kávészünetnyi időre ugyanis a rendőrei várták az észrevételeket. A Somogyi megyeszékhelyre ért az országjáró Police Café programsorozat. A lakosok, a településen élők, a biztonság megteremtésére felelős szervezetek munkájával elégedettek, elismerik a teljesítményüket. Nem egyszer dicsérő hangon is szólnak, amely vastagon egybeesik azzal a közvéleménykutatásokban megjelenő véleménnyel, hogy a rendészetért, a biztonságért felelős szervezetekkel szembeni bizalmi index az elmúlt években jelentősen emelkedett. Az ilyen találkozók azért is hasznosak, mert az emberek észrevételeik mellett a problémáikat is megoszthatják a rendőrökkel, tette hozzá a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Bűncselekmény elkövetésére hívták fel, ugye? Természetesen ilyenkor a rendőrhatóságnak hivatalból kell tenni a dolgát, és természetesen, amikor befejeződik, és olyan a körülmény, akkor értesíteni fogják a bejelentőt, vagy az illetőt, aki ezt felhívta a figyelmünket. De sokszor a szűkebb értelemben vett lakókörnyezet problémáit vetik fel az emberek. Összefirkálják a liftet, meg hangoskodnak, úgyhogy borzasztó fápát. A rendőrök mintegy 700 beszélgetést tudnak maguk mögött, hiszen az igazi bűnmegelőzés erről, vagyis a valódi kontaktusról szól. Ezt a szemléletet követi a Somogy megyei rendőrfőkapitányság is, mondta Szijjártó István. Mi abban hiszünk, hogy az igazi bűnmegelőzés az, amikor közvetlen kontaktus van a rendőr és a hozzáforduló személy között. A háztól házig, a szemétől személyig tartó bűnmegelőzésben hiszünk. Természetesen nagyon sokat tud a média segíteni nekünk, nagyon sokat segítenek a különböző plakátok, szórólapok, de nem helyettesítheti a személyes megbeszélést, a személyes jelenlétet semmilyen más bűnmegelőzési program. Kaposváron ezúttal 5 órán keresztül várták az észrevételeket a rendőrök. A vásárlók a kapitányság minden osztályáról megszólíthatták a szakembereket. A tervek szerint hosszabb távon is fenntartaná a Police Café kezdeményezését a Somogy megyei rendőrfőkapitányság, hiszen az alapötlet az, hogy közelebb hozzák az állampolgárokat az egyenruhásokkal. Ezek voltak a régió hírei, a holnapi időjárás részletei előtt. Lássuk, miről szólt ma a híradó. 40 év után feltételesen szabadulhat, életfogytiglani börtönbüntetést kapott a késelő orvos. Vértelen és törvényes forradalom, március 15-ére emlékeztek Pécset. Üdülési jogok, hitelszerződések, beszámolót tartott a Fogyasztóvédelmi Egyesület Pécset. Víz nélkül nincs élet, vízvilágnapi rendezvények a pécsi akvárium terráriumban. Kedden hazánk nagy részén több órára kisüt a nap, kellemes tavasz időre van kilátás. Az enyhe hajnalt követően délutánra 15 és 21 Celsius fok közé melegedhet a levegő, jelentősen veszít erejéből a szél is. Már a köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb, holnap este jelentkezünk, viszontlátásra!